Köszöntöm az ismerős nézőit, mai vendégünk dr. Lehr Péter, aki Báta házi orvosa. Péter, azt tartják önről, hogy a falu legnépszerűbb embere, legalábbis hozzánk, így érkezett az ajánlás. Mit szól ehhez? Hát köszönöm szépen a falutól a bizalmat, vagy az információ származtatójától a bizalmat. A választások kapcsán ez valóban így derült ki, vagy ezt tükrözte a választási eredmény. És az önkormányzati képviselőtestületben 94 óta vagyok, vagy voltam pontosabban képviselői tag, két cikluson keresztül végig. A harmadik ciklus kapcsán is a falu, mint ahogy az információt tetszett mondani, legtöbb szavazattal beválasztott képviselőnek. A sajnálatos dolog az, hogy az összeférhetetlenségi törvény miatt erről a mandátumomról le kellett mondanom. Tehát magyarul el kellett döntenie, hogy marad-e tovább házi orvos, vagy a képviselőséget választja. Így van. Hogy érintette ez? Hát természetesen némi feszültséget kelt az emberbe ez a törvény, úgymond, de hát a szakmáját az ember nem áldozza föl ezért. Én nagyon örülök, hogy a falu véleménye velem kapcsolatban ez volt, és bizalmat szavaztak, de hát sajnos a törvény más kívánt. Péter, látom, hogy ez nagyon fájó pont, de én azt hiszem, hogy a hivatása azért némileg tudja felettetni a gondokat. Ugye általában a doktorbácsit nem szoktuk szeretni, ha jön a házhoz, az nem túl jó, de hát azért az talán örömhír, hogy ön egy kicsit a gyógyításon kívül, ahogy gondolom a ciklusokon keresztül egyben a falu sorsát is igazgatta. Mikor jött ez a dolog, tehát mikor érezte az, hogy az egyszerű orvosláson túl azért van affinitása arra is, hogy meghallgassa az emberek egyéb búját, baját, kívánságát? Hát én azt gondolom, hogy a falunak a szociális helyzete az nagyrészt az orvosra tartozik. Ugyanis az orvos látja igazándiból a falu lakosságának az ilyen szintű megoszlását, hogy hol vannak a jobban és kevésbé rászorulók. És az önkormányzatnak egy jelentős feladata ugye a szociális gondoskodás. És végülis e megfontolásból nem igazán értem azt, hogy egy házi orvos miért nem lehet képviselő, mikor tulajdonképpen a szakmai szempontok miatt ez indokolt lenne. Mit szóltak a választói például, amikor ez a dolog kiderült? Hát megrökönyödtek, és jól magam is, mert tulajdonképpen itt a törvényt nem igazán értettük. Ugyanis összeférhetetlenségről van szó, mikor egy vállalkozó házi orvos tulajdonképpen nem függ az önkormányzattól, mert hát ugye az OEP-től kapja a fizetését. Annyi, hogy az önkormányzat bízta meg a falu egészségügyi ellátásával, de semmiféle függő viszonyban egyébként nincs a házi orvos az önkormányzattal szemben. Tehát számomra érthetetlen volt ez a törvény, de hát ez nem az én jogköröm, hogy ezt vitassam. El kell tudnunk fogadni az ilyen döntéseket. Péter, régóta elkötelezettje Bátának? Itt született Bátán? Igen, 7 éves korom óta, nem itt születtem, 7 éves korom óta lakunk Bátán. Édesapám volt az elődöm tulajdonképpen. Akkor még körzeti orvosnak hívták a mai házi orvost. 73-ban költöztünk Bátára, akkor voltam 7 éves, második osztálynak a második fél évét már ott kezdtem. Tulajdonképpen én bátainak, törzsgyökeres bátainak tartom magam, annak ellenére, hogy nem ott születtem. Nagyon szeretem a falut, szeretem az embereket. Igazándiból, ami számomra érték, az ott megtalálható. Ugye említette, hogy az édesapja nyugdokaival lépett, de hogyha igen, jól tudom, akkor a felmenők között még akad orvos. Igen, nagyapám is orvos volt, ő tengeliszen üzte a hivatását. Úgyhogy én harmadik generációs tagja vagyok ennek az orvos dinasztiának, úgymond. Mikor dőlt el az, hogy ön bizony édesapja nyomdokaiba lép? Ebben őt felgondolom egyrészt. Igen, igen. Hát az ember gyerekként nem igazán érzi át az édesapjának, úgymond a szakmáját.
mert hát azért a gyermek azért védett ezektől a dolgoktól, amit egy orvosnak tennie kell. Nem nagyon lehetett ott apuka körül a munka során. Hát annyit látott az ember, hogy tisztelet övezte. És aztán a Bátai Általános Iskolába végeztem, utána Bonyhádra kerültem gimnáziumba. Érettség után nem vettek föl mindjárt az egyetemre, hanem elmentem dolgozni a mentőközi, Szekszárdon. Már azért akkor igen. Is a területen. Hát végül is ott ülepedett úgy le igazándiból, hogy mi is az az egészségügy, hogy az ember már közelebb került a dologhoz, és valóban úgy éreztem, hogy nekem erre van ambícióm. És akkor 91-ben végeztem Pécsett az Orvostudományi Egyetemen. 5 évet dolgoztam Szekszárdon az ANESZT intenzív terápiás osztályon, mint altatóorvos. Hát ez egy nagyon szép és hasznos időszak volt, ugyanis az ember altatóorvosként nagyon sok osztályt végigjár. A sebészettől kezdve a szemészeten át, ahol műtenek, ott mindenhol az ember megjelenik, és rengeteg olyan tapasztalatot, gyakorlati tapasztalatot lehetett szerezni, amit későbbiekben körzeti orvosként vagy házi orvosként az ember hasznosítani tudott. Nem is beszélve a szakmai ismerettségről, az emberekről, a szakorvosokról, a főorvosokról, akikkel azóta is igen jó kapcsolatban vagyok. Péter akkor nem gondolta azt, hogy a kórház berkein belül maradva próbál mondjuk valami más területet, vagy próbál akár feljebb jutni, előrébb jutni. Mi volt vonzó abban, hogy elmenni egy kis községbe, egy kis településre, és ott tulajdonképpen ellátni a feladatokat? Ez többnyire a tradíció, az édesapai hatás, vagy egyszerűen ön ebben a közegben érzi jól magát? Hát azt hiszem, hogy mind a két tényező szerepet játszott ebben. A harmadik pedig az anyagi tényező, ami nem elhanyagolható. Ugyanis a 92-3-as, tehát én 91-ben végeztem, 92-től 96 végéig dolgoztam a kórházba. Rengeteget kellett ügyelnünk, volt 3 gyermekem már, 30 pár ezer forintos fizetésből ez igen kilátástalan dolog volt. De ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor is egyetemista koromban is én egy szürkeházi orvos szerettem volna lenni. Semmiféle tudományos babérokra nem törtem. Szeretek az emberek között lenni, és főleg a falusi életet nagyon szeretem. A családot említette, 3 gyermeke van, és hát gondolom, hogy akkor lenne lehetőség az utódlásra. Van-e már a gyerekek között valaki, aki e felé kacsingat? Hát a nagyfiam az másodikos gimnazista lesz az idén, most végzett. A nagyobbik lányom az elsős gimnazista lesz Bonyhádon. A pici lányom az 4. osztályos a Bátai Általános Iskolában. Nincs igazán affinitásuk az orvosláshoz. Bár még igazán ők se látják át, hogy ez tulajdonképpen micsoda, csak azt látják, hogy apuka sosincs otthon. Hát azt hiszem, hogy ez a kulcsszó. Ezt hogy igen. Lehet összeegyeztetni, kedves felesége? Hogy tudja ezt tolerálni? Ő önt így fogadta el már annó, amikor kimondta azt az igent, akkor tudta, hogy erre mond igent? Vagy hát egyszerűen, mint minden oly sok esetben, meg kell szokni azt, hogy valaki elfoglalt ember, és bizony sokszor a családra kevesebb jut? Hát, hogy egy szóval jellemezzem a feleségemet, ő egy szent. Jaj, de igen. Szép! Olyan jó, hogy ilyen szépeket lehet még hallani. A csodálatos asszony. Nagyon sokat köszönhetek neki. Ugyanis a harmadik évfolyam után megnősültem. És még az egyetemen. Igen, még az egyetemen. Hát mondjuk, ahogy rengeteget... említette, hogy 91-ben már a munkakezdéskor végzett, akkor már voltak a gyerekek, igen. Akkor? Akkor már volt 2 gyermek, igen. Tehát ő rengeteget segített, és jelentős támaszom volt abban, hogy végig tudtam csinálni. Egyrészt az egyetemet is sokat segített ugye azzal, hogy levette a külső problémákat, gondokat az ember válláról, és az azóta is így működik, hála Isten. Ő főállású anya, vagy? Ő főállású anya volt, most 8 éves koráig a kisebbik lányomnak. Most háztartásbeli, és egyébként a népművészet ifjú mestere, tojásfestő, és hát évközben is gyakorolja
a művészetet, úgymond. És hála Isten, egyelőre úgy tűnik, hogy tudjuk biztosítani az anyagi hátteret, attól függetlenül, hogy ő neki nincs munkahelye. Péter, azt hiszem, hogy az orvosi szerepkör az azért jó, persze tudjuk, hogy napjainkban itt az egészségügy helyzetét firtatva nagyon sok mindent lehet mondani meg már. Az az igazság, hogy az, ami régen jelen volt a társadalomban, én azt gondolom, hogy az orvosokat olyan nagy tisztelet övezte, az sajnos napjainkban már nem mindig van meg. Tehát azért biztos, hogy kétoldalú ez a dolog, meg nem is akarok én ebbe igazán belemenni, de azért most már mást jelent orvosnak lenni, mint korábban. De mégis a falusi orvosok, azok mindig egy kicsit olyan regényes, olyan romantikus, látunk magunk előtt egy orvost, aki jön, megy, mindig a kezében a táska. Ezt napjainkban is így kell elképzelni, vagy azért már ott is sok minden megváltozott? Hát talán még egy pici ebből a dologból van a faluban. Az emberek tisztelete az orvos iránt, az talán még mai napig is jóval nagyobb, mint a városi berkekben. Az orvoslás manapság másként működik, ez így van. Ugye fejlődik a számítástechnika, a tudomány. Manapság már a szubjektív dolgok azok inkább háttérbe kerülnek, és a tényeken alapuló orvoslás helyeződik előtérbe. Ez annyit jelent, hogy vannak protokollok, amiket be kell tartanunk, különböző sztadik, több tízezres tanulmányok alapján leírnak egy-egy betegség kapcsán egy gyógyszeres protokollt, vagy egy kivizsgálási protokollt, tehát kevesebb a lehetőség arra, hogy az ember önállóan döntsön. Be kell tartani ezeket a szakmai előírásokat. Az improvizálás az háttérbe szorul mindinkább. Sokat elvesz ez a fajta protokoll az emberektől? Hát ez orvosa válogatja szerintem. Tehát ezt lehet csinálni emberközelibben is, meg lehet úgy is csinálni, hogy tárgynak tekintsük úgymond a beteget, és tulajdonképpen egy vizsgálati alany. Én azt gondolom, hogy bátran ez nem így működik. Hát én is azt gondolom, hogyha ilyeneket tartanak önről. Mennyire sikerült megőrizni azt a fajta tevékenységet is, amit képviselőként folytatott? Kimondom nyíltan, megtalálták-e azt a kiskaput, vagy azokat a kiskapukat, ami önt még ott a falu vezetése körül tarthatta? Igen, hát nagyon jó viszonyban vagyok a képviselőkkel a mai napig is, mint külsős tag, részt veszek én is a Szociális Bizottságnak a munkájában. Hála Isten, kérik a szakmai tanácsaimat, és természetesen szívesen segítek, hogyha tudok, mert hát mit beszéltük, azért az orvosnak van köze a szociális helyzethez, és erre talán nekünk van a legnagyobb rálátásunk. És ez azért jelentősen segíti az önkormányzat munkáját ez irányban, legalábbis a szociális irányban. Sok elvárása van az embereknek egy házi orvossal szemben? Mire tetszik gondolni? Hát, igazából én konkrétan arra gondoltam, hogy bizony, tehát most abszolút nevesítés nélkül meg senki semmit ne vegyen magára, de az idősebb korosztály gyakran panaszkodik az orvosra. Mert, hogy nem úgy beszélt velem, mert, hogy nem azt, mert miért így, mert jó, tényleg tisztelet a kivételnek, meg tiszteljük az idősebb korosztályt, de bizony hall az ember ilyen hangokat is. Ebből kifolyólag kérdezem, hogy sok az elvárás? Ugye tudjuk, hogy az orvosok általában mennyire leterheltek. Ki lehet-e elégíteni ezeket az igényeket, vagy jut-e még erre kapacitás, energia? Ez konkrétan ki tudom jelenteni, hogy ezeket az igényeket nem lehet kielégíteni. De az ember igyekszik és törekszik arra, hogy amennyit maximálisan időben a betegre rá tud szállni, a szánja is rá. Érezi ilyeneket? Jól érzem én ezt? Így van. Ez nem mai keletű probléma. Ez jó apám idejében is probléma volt, hogy a doktor úr keveset beszél. Ez a mai napig is így van. És azt hiszem, hogy a jövőben is így lesz. Talán ez már nem is az orvoslásról, hanem valami teljesen másról szól. Ez az emberről szól, hogyha az ember teljesen mindegy, hogy idősebb korosztály vagy fiatalabb korosztály, nyilván az idősebb korosztály az jobban szeret beszélgetni, meg több ideje is van rá.
Ez egy teljesen jogos emberi elvárás, hogy foglalkozzon vele az orvos. Csak hát az idő az be van határolva. Péter, mit csinál akkor, amikor éppen nem gyógyít, vagy nem a falu sorsát rendezgeti? Van-e valami különleges dolog, ami szintén az ön életének a része, amit nem hagy el, és csinálja kitartóan úgy, mint egyéb más dolgokat? Hát ha hobbimra tetszik kíváncsi lenni, akkor van. Nagyon szeretek vadászni, és borászkodni. A jó falusi háziorvoshoz hűen szeretem én is a minőségi borokat, vad húst, jó ételeket, amint látszik is. Nem én vagyok a cég reklámja. Ez a két fő hobbim, a vadászat és a borászkodás. Van rá ideje? Milyen szinten tudja űzni ezeket a dolgokat? Mik voltak a legnagyobb trófeák, legnagyobb sikerek? Igen. Hát olyan szinten van rá időm, hogy hétfő reggel 8 órától péntek este 6 óráig készenlétet kell tartanom. Az azt jelenti, hogy egy 24 órát, tehát éjjel-nappal én vagyok az ügyeletes, úgymond. Hétvégén van központi ügyelet Bátaszéken. Itt havi egy vagy másfél napot kell nekem ügyelni. Egyébként a többi hétvégi nap az szabad, és ilyenkor van lehetőség a hobbik űzésére. Hát a trófákkal kapcsolatban mostanában nem nagyon volt sikerélmény. Még fiatalabb korban édesapámmal együtt lőttünk szép vadakat. És a borászkodás terén van esetleg kis szőlő? Igen, van szőlőm is, meg szoktam szőlőt venni, amiből ugye csináljuk a bort. Ott is vannak eredmények. Szekszárdi megyei borversenyeken is ezüst meg bronzérmes helyezésem már volt a boraimmal. És van alkalom úgy összejönni család, barátok, és ezeket a jó borokat elfogyasztani, a vadat megenni? Természetesen, hát erről. Nagy társaság életet él? Meg ezért csinálja az ember. Így van, rengeteg barátom van. Ritka az a hétvége, amikor valami történés, úgymond nincs a baráti körben. Jól megvannak ott, Bátán. Nem említette, hogy nem. A falu, a mindene, miért szeret bele ennyire valaki? Mondjuk, bár most kicsit nincs létjogosultsága a kérdésnek, ugye, mert napjainkban inkább azt látjuk, hogy az emberek városból úgymond menekülnek ki, és csak dolgozni járnak be a városba, de van, aki a mai napig nem tudná az életét elképzelni egy kis faluban. Önt mi fogta meg? Hát én viszont fordítva vagyok így. Tehát én egy nagyvárosban nem tudnám elképzelni. Már Szekszárdon sem? Hát Szekszárdon talán még. Határeset. De, igen, határeset. De nagy természetrajongó vagyok, ugye a vadászat miatt is. És Bátán megvan minden. Van erdő, ott a Gemenci rezervátumnak a déli csücske. Ott a Duna, a falu alatt 2 kilométerrel. Gyönyörű dombságok vannak, lösz dombságok, ahol a löszhegynek az alján ugye ott vannak a pincék. A tetején teremnek a jó borok, úgymond. Meg én falusi gyerek voltam világéletemben, úgyhogy én ezt szoktam meg, és ez nekem tetszik, és valószínű, hogy falusi emberként fog meghalni is. És ezt mondjuk hogy fogja megélni, hogyha esetleg a gyerekek előtt majd kinyílik a világ, és ők mondjuk messzebb vágynak már? Hát úgy mondják, hogy benne van a pakliba. Ezt tudjuk sajnos, hogy ez előfordulhat. Én azért bízom benne, hogy legalább egyik ott marad valamilyen szinten. Legalább egyet. Igen. A háromból. Péter említette ugye, hogy a felesége a népművészetek nagy értője. Ön bele szokott folyni az ő munkájába? Próbálkozott már ilyesmivel, amit ő csinál? Persze, nem. Gondolom nem művészi szinten, de csak kipróbálás szintjén. Mert hát gondolom azt nem kérdezhetem meg, ő talán amiben tényleg tud segít, de hát az ön szakmája nem olyan, amit bárki szívesen kipróbálna, de ön próbáltál már például a tojásfestést? Az én manualitásom erre nem alkalmas. Nem. A pici lányom, a Dorottya, ő, aki talán követője lesz ennek a dolognak, ő próbálkozik. Nagyobbik lányomat nem vonza a tojásírás. Hát ezek szerint akkor ebben önre hasonlít jobban.
Összességében mostanában ugye mondhatom azt, hogy így ebben a székben, ahol most ön is ül, volt jó néhány településvezető polgármester is, és hát van, akit nagyon jó hallgatni, van, aki nagyon szép eredményekről számol be, de hát valljuk be őszintén, napjainkban nem számolhatunk be nagy fejlesztésekről, az önkormányzatok helyzete ismert. Mennyire tudják önök kezelni a problémákat, mennyire van mondhatni bátán úgy összességében rendben minden? Az önkormányzat házatáján? Az önkormányzat házatáján mennyire jut fejlesztésekre, például az önmunkája kapcsán mennyire tudnak nagyobb beruházásokat akár végrehajtani? Említette a szociális helyzetet, igen. Gondolom sokan szorulnak segítségre. Meg lehet-e, van-e eszköz, forrás mindezt megvalósítani? Hát sajnos egyre kevesebb, és egyre elkeserítőbb, akár csak a szociális juttatásokat nézzük. Hát arról nem is beszélek, hogy ilyenre aztán abszolút nincs az önkormányzatnak pénze, hogy egy rendelő fejlesztésben igazándiból bele szálljon, úgymond. Itt a háziorvos kasszájára van úgymond bízva ez a dolog. És amit lehet, azt az ember fejleszt, bővít. De hát sajnos az előző ciklusok tapasztalata az ennél sokkal kedvezőbb volt. Akkor azért volt még pénz. Tudnak, mernek a jövőbe nézni optimistán, bíznak abban, hogy azért itt nem lesznek súlyos gondok, tehát igyekszik a település, akár ön most az orvoslásnál is maradva minden problémát pozitívan felfogni, megélni? Hát most az uniós kapcsolódás megélése után úgymond, reménykedünk egy picit, mert állítólag az egészségügyre és az orvosokra lesz pénz. Hát most, hogy a vállalkozó orvosokra ebből jut-e vagy nem jut, azt egyelőre nem tudjuk. Önkormányzat szemszögéből nagy jövőt, pozitív jövőt ilyen szempontból nem látok. De nem is, hogy mondjam, hát persze, hogy foglalkoztatja ez, de azért napi szinten nem keseríti el ez, nem? Hogyha valaki azért úgy jön el hozzánk, hogy a faluban az egyik legnépszerűbb embernek tartják, tisztelik és szeretik, akkor azt úgy jó megélni, nem kell a bajokkal foglalkozni. Igen. És ez így ez is van? Ez az egyszerű megoldás a kérdésnek, de hát azért bajok mindig vannak, meg lesznek is. Meg hát azért a falu legnépszerűbb emberének is vannak, ugye, rosszakarói, meg ellenségei talán nincsenek, vagy nem sok, de szóval nem fenékig telj fel a házi orvoslás bátán sem. De úgy egyébként? Egyébként szeretem a szakmámat. És ez a lényeg, nem Péter? Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és további sok sikert kívánok a munkájához, és természetesen bátának is minden jót. A nézőknek a figyelmet köszönöm, megvárom önöket legközelebb is, viszontlátásra.